Szentes városában több intézmény tetejére is napelemet szerelnek. Itt állunk a Kossza József Általános Iskolánál, ahol éppen ezekben a napokban szerelik fel a kollektorokat. Mit kell tudni magáról a pályázatról? Számos megújuló energiás projektje van Szentesen kormányzatának. Ennek egyike a mögöttünk lévő általános iskolán elhelyezendő napelemek. Azt el kell mondani azért, nyilván nem mindenki szakértő a témában, hogy napelem és napkollektor között azért különbség van. Az egyik a használati melegvizet állítja elő, a jelen esetben elhelyezendő napelemek, ezek pedig elektromos áramot állítanak elő az intézményeinkben. Általános iskolákban, a Klauzálban, a Deákban, itt mögöttünk lévő Kosta általános iskolában, illetve a sportcsarnokban és a művelődési központban kerül elhelyezésre ilyen napelem. Vajon mekkora energiát is tudnak megtakarítani majd ezeknél az intézményeknél? Pontosan természetesen a használatba vétel után derül ki, de az előzetes számítások szerint nyilván a pályázat benyújtásánál ezt ki kellett mutatni. Egy minimum 30%-os megtakarítással számolunk, és ezzel terveztük a projektet. Mekkora költségvetéssel rendelkezik ez a projekt, és mekkora a pályázati rész, van-e hozzá önrész? Van önrésze is a pályázatnak, mintegy 23 millió forint támogatást nyertünk ehhez a mögöttünk lévő intézménynek a napelemmel történő ellátásához, és 27 milliós a projekt. KEOP 4.10.0 per A per 12 2013 0665. Minden intézménynek, az adott intézmény energia szükségletéhez van méretezve a napelem felület, az elhelyezendő napelemek száma, illetve felülete, ahol csak lehetett, ott a déli-délkeleti tetőfelületre kerültek elhelyezésre, illetve kerülnek elhelyezésre ezek a napelemek, és ezek a napelemek biztosítják ezáltal az intézménynek az energiaellátását. Két kivitelező cég van, nem minden intézményben ugyanaz a kivitelező, közbeszerzés által került kiválasztásra még a pályázat benyújtását megelőzően a kivitelező, hiszen a pályázatot úgy kellett benyújtani, hogy már a kivitelezővel megkötött szerződésünknek rendelkezésre kellett, hogy álljon. Az egyik kivitelező cég a 3Com Kft., illetve a másik pedig a KT Electronics Kft. Várhatóan szeptember végére befejeződnek a munkálatok az összes intézménynél, folyamatosan kerülnek átadásra. Az első az július elején került a műszaki átadás megtörtént, de a DMS-szal történő ügyintézés nyilván adott esetben akár hónapokat is igénybe vehet, így várhatóan a legvége a szeptember végére várható. Hivatalos átadása lesz ezeknek a munkálatoknak, vagy egyszerűen a műszaki átadás jelzi azt, hogy igénybe vehetőek most már ezek a berendezések? Várhatóan szeptember elején majd lesz egy hivatalos átadója is természetesen polgármester úrral, de az összes ilyen projektnek a műszaki befejezését megvárjuk ezzel. Az energiatakarékosság jegyében Szentesnek van-e még hasonló jellegű pályázata? Nem napelemként, hanem közvilágítás, korszerűsítéses pályázat van a városban, amely még nem érkezett a látványos fázisába, hiszen a közbeszerzés kiírása van folyamatban, illetve a közreműködő szervezeteknél előzetes elbírálás alatt. Ez várhatóan szeptemberbe kerül kiírásra, és jövő tavasszal kezdődnek tényleges a városban a lakosság által is látható munkálatok.